Úgy gondolom, hogy a hétvégén egy újabb szintet léptünk a csapattal, mivel az előző Bajnokok Ligája meccs nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de úgy gondolom, hogy mind védekezésben, mind támadásban sikerült fejlődnie mindenkinek. Mindenképpen nagyon ott kell lennünk fejben, mivel a Vác egy eléggé fiatal, de mégis pörgős csapat, figyelnünk kell arra, hogy nehogy meglepetést okozzanak nekünk. Mindenképpen úgy gondolom, hogy a kézilabdának az alapja a védekezés, így úgy gondolom, hogy az lenne a fő szempont, hogy az minél erősebb legyen, illetve a gyors lerohanás gólokra is szükségünk van, emellett viszont a visszarendeződés lesz az egyik legfontosabb, mivel ugye futós csapat.